A Tossa, meg a, meg a Rottweiler, hát tehát mit tudunk a Tosszáról? Azt tudjuk a Tosszáról, hogy hát az oda. Tehát az nem, az nem, az nem, tehát az nem viccel. Mit tudunk a Rottweilerről? Hát azt tudjuk, hogy átnagy a falon. És akkor ezeket még két német juhásszal, meg a Berni Pász, meg a, ezeket így összerakni. És az a furcsa, hogy amikor két kutyát raksz össze, az sokszor nehezebb, mint amikor egy ilyen csapatba kell, mondjuk a, a, a hetediket a hatodik után illeszteni. Neked ugatok. Korom Gábor podcastje kutyákról és emberekről. A tükörmódszer közreműködésével. Szép jó napot kívánok, sziasztok! Mucsicska László vagyok, ez pedig a Neked Ugatok legújabb epizódja. Itt van velem Korom Gábor. Sziasztok! Csölle Anita. Sziasztok! Aki pedig a Tükörmódszer Kölyök programjának mentora, és rengeteg kutyus. Ramon Pó, valahol itt van Ricky hátul pedig liheg szegény Lobó, akinek nagyon melege van itt a stúdióban. És a mai adásban, hogyha ha munkacímen kéne illetni, akkor valami olyasmiről fogunk beszélni, hogy hogyan is kutyázunk mi. De a fő vezérfonal az leginkább az lesz, hogy, hogy ki szolgál Az ember a kutyát, a kutya az embert. Miért is van, vagy hogyan is van ez a viszonyrendszer? Úgyhogy, úgyhogy, ezt neked is dobnám, Gábor, és akkor utána ebben majd úgy is kinyílik az összes többi mondandónk. Hát én csak egy ilyen alapvetést tennék, hogy a kutya az ember legjobb barátja, akkor a, egy civilizáció fejlettsége, egy kultúra fejlettsége azon, hogy hogy bánik az állatokkal. Tehát rengeteg olyan, rengeteg olyan dolog vesz minket ma körül, amely, amely tulajdonképpen hát egy ilyen rámpa, vagy rávezetés, vagy, vagy ráutalás arra, hogy hogyan élünk mi ma az állatokkal. Egy nagyon nagy robbanás történt. A, a, 20. század közepéhez datálnám ezt a, ezt a robbanást, mondjuk az 1950-es években, onnantól indult, és, és aztán a, a, a harmadik évezedre, a 21. századra tetőzött be, a tetőzöttbe most úgy értem, hogy a, mint jelenség azóta, azóta van itt velünk körülöttünk, hogy, hogy a kutya beköltött, beköltött, az emberi családba, és, és tulajdonképpen egy új időszámítás kezdődött. Nemrég voltam egy rendezvényen, ahol elmondták, hogy ott abban a kerületben több kutya van, mint gyerek. És és most itt a stúdióban is több kutya van, mint gyerek, de mondjuk ez egy kutyás podcast. A kutya egy új társadalmi szerepbe került vadi új társadalmi szerepbe. Családtag, és most még így keresgéljük, hogy ezzel tulajdonképpen mi is van. Bár a felvezetőben ugye azt mondtam, hogy a kölyök programmentora ö, vagy, de azért neked korábbról, Anita, van egy más titulusod is, hiszen akkor, amikor az állatvédelemmel való foglalkozás elkezdődött Magyarországon, annak a hőskorában te a Magyar Állatvédők Országos Szervezetének a vezetője voltál, és hogyha ha ebből az irányból nézzük, akkor te szolgáltad az állatokat, te, te, hogyan viszonyulsz ehhez a, ehhez a ez a kutya-ember viszonyrendszerben ehhez a szolgálathoz? Igen, valóban 25 évvel ezelőtt egy picit más világot éltünk, mint most. Sokkal rászorultabb helyzetben voltak az állatok. Hogyha csak néhány számot mondok, akkoriban a becslések szerint két millió kóbor állat volt Magyarországon, ma 200 ezerre becsülik. Tehát ez egy elképesztő wow. különbség, és ez az elmúlt évtizedeknek a munkája, hogy ide el tudtunk jutni. És hogy ma valóban beszélhetünk családi kutyázásról, és hogy a kutya családtagként él. Hozzáteszem, hogy még ma is vannak ö, olyan régiók az országban, ö, olyan egyedi esetek, ahol ez messze nem így van, és a kutya pontosan ugyanazoknak a hányattatásoknak van kitéve, mint ö, 25 évvel vagy 30 évvel ezelőtt. Tehát még, még nincsen rend, azt gondolom, de nagyon sokat léptünk ö, ebbe az irányba előre. És ö, az a szemlélet, hogy a hogy a kutya van az emberért, az annyiban szerintem igaz, hogy amikor választani kell két élet közül, és egy döntést meg kell hozni, akkor az ember felé fog billenni a mérleg. De olyan értelemben viszont nem igaz, hogy ha a kutya van, értem, akkor én bármit megtehetek vele. És kezdem azzal, hogy hogy nyilván nem tarthatom láncon, nem kínoszhatom, nem tehetek vele azt, amit akarok. Tovább menve a mai családi kutyázáshoz, még az is a kötelességem, hogy neki biztosítsam azt az életet, amiben ő jól érzi magát. És uh, nem olyan túlkapásokra gondolok, hogy uh, babakocsiba kell tolni a kutyát a sétán, mert ilyet is látunk, meg uh, esetleg napszemüveget kell ráadni, mert Isten őriz, hanem egyszerűen csak a, a kutya ösztönlényének és az adottságainak a megélése az a, az a gazdinak a mai feladata. És uh, itt sajnos még a nem minden kutya tartó tart, és nem minden ö, állatvédelmi szervezetnek könnyű a helyzete. Budapesten egy kicsit könnyebb, vidéken azért borzalmas állapotok vannak ö, mind máig, és ö, haladunk, és ö, egyszer, egyszer fogunk ott tartani, ahol szeretnénk, és egyszer ö, jó lesz a tükörben nézni, ugye ahogy Gábor mondta, hogy a társadalom fejlettsége abból ismerszik meg, hogy hogyan bánik az állatokkal. Remélem, hogy egyszer ez a tükör szép képet fog mutatni, de ez nagyon érdekes, mert például ö, 25-30 évvel ezelőtt Japánban, akit egy fejlett társadalomnak gondolunk, egyszerre volt jelen az, hogy a, az üzletekben kutya kimonót lehetett venni, és öltöztetted a kutyádat kutya kimonókba, miközben a szabályozás azt mondta, hogy a kutya az egy kommunális hulladék, és ad akár a kuka mellé is ki lehetett tenni. Tehát ez egy, ez egy, nagyon kettős dolog, és, és remélem, hogy nem ebbe az irányba megyünk. Én azt gondolom, hogy a nyugat-európai minta felé halad Magyarország is, és ebben egyre jobb lesz a helyzet. Úgyhogy igen, azokat a, azoknak a kutyáknak a szolgálatába állítottam magamat, akik a, mindazoknak a túlkapásoknak az áldozatai voltak, amit az emberek a felelősség fel nem vállalásával elkövettek ellenük. Viszont nagyon fontos dologra világított erre, hogy tényleg azért így vannak nagyon, nagyon szélső értékek ebben a, ebben a kutyatartásban, mert azzal együtt, amit így szeretünk a, nem tudom, 21. századi vagy 2024-es kutyatartásban, hogy tényleg családtaként tud létezni egy, egy kutya, a, a közösségben, viszont vannak ezek, hogy nem tudom, babavízzel itatjuk a kutyát miközben, meg nem tudom, ez azért bár egy, bár egy szélső értéke annak, ö, hogyan lehet ebben ö, ebben a, az egészséges határokat megtartani? És akkor még mindig ott tartunk, hogy kiszolgálk itt. Az Anita most beszélt egy olyan korszakról, az imént, hogy Elkezdtünk Magyarországról, Magyarországról van szó értelmszerűen, mert azért ez a nyugat-európában vagy a fejlettebb demokráciákban egy picit korábban elindult, amikor egyáltalán elkezdtünk az állatok jogai felé fordulni, mert hogy korábban nem volt ilyen. Nem felejtsük el, hogy az 50-es években az amerikai kormányzati létesítményekben még volt, volt olyan feliratú, mosdó, hogy kolorsz. Tehát hogy, hogy azért mi még nem vagyunk olyan nagyon messze a középkortól. És a, a sötétségtől. Tehát hogy, hogy, hogy az állatok jogaival való foglalkozás az azért nem egy régi keletű. Nem egy régi keletű dolog. És a hőskorban kelet egy nagy inekció. Egyáltalán felszíne hozni azt, hogy. Köszönöm szépen, srácok! Tehát, tehát, tehát egyáltalán felszíne hozni azt, hogy hogy az állatoknak van, vannak jogaik. Az emberi hatás kér a természetbe, illetve az ember mellett élő állatok is bizonyos értelemben az ember önzésének áldozatai. Ezért aztán jogok illetik meg. Védelemre szorulnak az állatok. Védelemre szorulnak ott, ahol bántják őket, védelemre szorulnak ott, ahol ahol a szükségleteik nincsenek biztosítva, stb. stb. Ez egy nagyon-nagyon fontos változás volt, amit ugye most, a, 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 amit most itt Magyarországon talán a, a, a 90-es évek vége, de inkább a 2000-es évek elejéhez köthető, hogy egyáltalán elkezdtünk ezzel foglalkozni. Jó egy olyan világban élni, ahol az állatoknak vannak jogai. Jó érzés az, hogy ma már akár börtönbüntetést is kaphat az, aki ezt nem veszi figyelembe. Azonban én úgy érzem, hogy most történik egy ilyen, egy ilyen átlendülés, mikor az inga átlendül a túloldalra, és egy ilyen tulajdonképpen egyfajta ilyen túlkompenzációs időszakba kezdünk belépni, ahol, ahol sajnálatos módon Odaérkezünk, hogy az emberi lét... Alapvetései egy picit hátrébb kerülnek, tehát nagyon sokszor gyerekek jogairól nem gondoskodunk úgy, gyerekek szükségleteiről nem gondoskodunk úgy, mint hogy a, 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 az állatok jogairól, és ez is nagyon fontos, hogy hogy értsük, hogy azért mi alapvetően egy emberi civilizációban élünk, és a, az állatok így a kutya is úgy kerülnek be az emberi társadalomba, hogy az emberen keresztül, az ember által, az ember, az ember ö, felelősségével. Azért az elmúlt évtizedekben nem csak az változott meg, hogy, hogy, hogy megjelentek az állati ok, és most már tényleg büntethetővé vált ez, hanem, hanem tényleg a környezetemben is, meg a saját példáimon át folyamatosan azt érzem, hogy, hogy a kutyához való hozzáállás is teljesen megváltozott. Nyilván korábbi adásokban is hoztunk már föl erről példákat. Teljesen magától értetődő volt, hogy egy vidéken, egy kisvárosban Ö, nagyapám, a szomszédom, ö, a rokonaink láncon tartják a kutyákat, és persze természetesen ez, ez még a mai Magyarországon is előfordulhat, de azért már nem, nem ez van, ö, vagy nem ez az átlagos. Szóval Anita, te hogyan látod, hogy hogyan mozgott át ez a, ez a kutyával való viszonyrendszer, mondjuk azóta, amióta te elkezdtél foglalkozni az állatvédelemmel? Óriási változás történt, és azt gondolom, hogy ennek mindenki nagyon örül. És nem csak abban történt változás, hogy mennyi kutya és mennyi kutya jó helyen, hanem, hanem a fejekben. És ugye ez volt az a munka, amit akkor igyek, igyekeztünk megalapozni, hogy a dolog ott kezdődik, hogy az óvodai oktatásba bekerüljön. És, és azok az óvodások, akik 25 évvel ezelőtt ezt hallották, azok ma kutyát családba fogadó felnőttek. És, és, éppen ezért ez a, szerintem határtalan ez a tendencia, és, és én remélem, hogy még megélem azt, hogy minden kutyának jó helye lesz családnál ma Magyarországon, vagy akkor Magyarországon. És ez a fajta felelősség, ez én azt gondolom, hogy a többségben kialakult. Nyilván vannak szélsőségek, és vannak még mindig állatkínzások, és Ugye hála az internetnek ez, ez el is jut ö, hamar sok mindenkihez, és lehet ö, a jogkövetkezményeket alkalmazni. Ami viszont újszerű a, a mostani kutyatartásban, az a tudatos kutyatartásnak a megjelenése, és, a, és az a fajta felelősségvállalás, amivel most a gazdik a, a kutyákhoz hozzáállnak, és ö, amilyen mélységben ö, megpróbálják a kutya igényeinek figyelembevételével a közös kialakítani, ez szerintem nem volt még ennyire jellemző a, a 90-es évek végén, a 2000-es években már elkezdődött, de most már egy egy hatalmas ováció övezi ezt a fajta szemléletet, és ennek ennek nagyon örülünk, ez mindenképpen örvendetes. Hát itt ez a két kutya is egyébként, aki itt fekszik, a, itt fekszik mellettem, ugye ők a lányom ö, 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 kutyái, aki 25 évvel ezelőtt volt ovodás. és hogy ez ma egy általános trend, hogy, hogy fiatal felnőttek, még a gyerekvállalás előtt, akár, akár több kutyával is szoros családi kötelékben élnek együtt. Összehasonlítva mondjuk az én hasonló időszakommal, amikor, amikor még egy picikét, picikét furcsán néztek az emberre, hogyha, hogyha a családba, családba kutyát itt. Úgyhogy ez a változás abszolút abszolút itt van, itt van és történik körülöttünk. Voltak olyan mondások, hogy lakásba kutyát. Ma már mi sem természetesebb, mint hogy a lakásban van. Sőt, a kertesházas kutya is a lakásban van. Bizony, bizony. Ez, ez hát ő kis kertesházban. Igen. Most itt, amikor Igen. nálunk, akkor kertesházban mégis bent vannak. A kölyökkor gyorsan múlik. Élj a lehetőséggel! online kölyönkutya program. Ismerd meg a módszereket, amelyekkel játékos formában, de hatékonyan tudsz tanítani. 98 videó, 57 órányi tartalom, 27 gyakorlat. Online kölyönkutya program. kutyasuli.hu per online tanfolyam. Szerintem itt elérkeztünk oda, hogy, hogy akkor valójában mi, mi a jó a kutyának, a, az ember mellett? Vagy hol a kutyának az ember mellett? Vagy hol jó a kutyának az ember mellett? azzal, amit most fogok mondani, azzal nem biztos, hogy népszerű leszek. Azért, mert abban a rózsaszín ködben, amiben, amiben ma körülvettük magunkat, tehát ez az ingatul lendüléssel hajlamosak vagyunk becsúszni oda, hogy, hogy a kutyát nem a saját valójában látjuk. A kutya, kérem szépen, az emberi társadalomban úgy él, és úgy létezik, hogy az ember hozta be ide. Az ember egy fejlődő spirálon mozog, fejlődik. A rabszolgatartástól eljutottunk a boszorkányüldözésig, a boszorkányüldözéstől az emancipációig, az emancipációtól pedig most már az állati jogokig. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy egy morális fejlődési íven van az ember és az emberi társalom. Szerintem ez nagyon-nagyon üdvözlendő, akkor is, hogy ennek egyébként vannak nagyon sötét momentumai, bárhol és bármikor ilyet, ilyet találunk. De mint tendencia, ezt az utat járjuk, és ezt lehet látni. A kutya létjogosultsága az emberi családban, olyan módon jelenik meg, hogy valamilyen, tehát itt is hajt valamilyen hasznot a kutya. Korábban a portát őrizte, a nyájra vigyázott, vagy terelte, vadászatban segített család. Ma is van haszna a kutyának. Ma haszna a kutyának az, hogy a lelki magányomban a segítőm. Ma haszna a kutyának az, hogy ritmust ad az életemnek. Ma haszna a kutyának az, hogy, hogy kivisz a természetbe. Ma haszna a kutyának az, hogy a figyelni jelenlétemet erősíti. Mert a mai korban, tehát most ez a legnagyobb támadás, hogy hogy a figyelmünk, a jelenlétünk sérül. És akkor, amikor a figyelmünk és a jelenlétünk sérül, akkor tulajdonképpen kimozgunk a, a, abban az optimális térből, ahol ahol mi ezt a fejlődési spirált járjuk. Mert a tudatvesztett állapotban lezuhanok, leesek arról a, az értelmes létformáról, ami, amiben egyébként én valahova tartok. Most nagyon elvont voltam, de akkor is ez történik az emberrel. Tehát valahova fejlődünk. Oké, okay, hogy közben jól kell laknunk, oké, okay, hogy közben neveljük a gyerekeinket, oké, okay, hogy közben elvégezzük a munkánkat, de mindez összértékében, hogyha a, a berakott és a kivett dolgokat, dolgot csinálunk egy summát, lesz valami, ami ott marad, mint többlet. Ami, ami egyébként az, a, a, fizikai megnyilvánulás fölött is ott marad, ez az, ami a fejlődés. És reményeim szerint, nem, hitem szerint ez az, ami egyébként át is megy velem azon a küszöbön, azon a misztikus küszöbön, amit a, 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 amikor az életet elhagyom. A ruhámat, a kocsimat és az akármimet nem tudom elvinni, de hiszek abban, hogy az, ami egyébként bennem keletkezik, az a fejlődés, amit én bejárok, azzal én távozhatok többként, mint ahogy érkeztem. És a kutya, ahogy az emberi társadalomba betagozódik, bizonyos értelemben egy olyan hasznot hajt, hogy ebben a fejlődésben tart minket, figyelmet kér, és mindazokat, amiket elsoroltam, mindazokban segítséget ad nekünk. És ezért nagyon fontos azt megérteni, hogy amikor azt látjuk, hogy egy, egy kutya el van kényeztetve a gazda mellett, és nagyon kövér, akkor hajlamosak vagyunk rásütni egy plecsnit, hogy na kérem szépen, ez egy állatkínzás. És ha technikailag nézem, valóban lehet, hogy állatkínzás, mert a kutyának óriási súlyt kell elhordoznia, és nem értek vele egyet, és vitatom, és a néninek, aki ezt műveli a kutyával, szeretnék valamiféle olyan edukációt ö, ö, adni, hogy hogy a kutyának, ez nem jó, de ugyanakkor nézzük meg azt, hogy annak az embernek a lelki folyamatéba mit hoz létre. Egy kutya esetében, amikor bekerül egy gyerek mellé, és a gyerek kényelmetlenséget okoz a kutyának, rossz érzést okoz a kutyának, hajlamosak vagyunk ma, nagyon gyorsan beállni a kutya mellé mögé, és azt mondani a, 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 a szülőre, hogy, hogy hát ez micsoda embertelen dolog, hogy engedem, hogy a gyerek kínozza a kutyát. Az a helyzet, hogy a gyerek fejlődésében a saját hatásainak a megismerése nélkülözhetetlen. Egy olyan steril klímát próbálunk majd létrehozni a világba, amely steril klímában megpróbáljuk megmenteni a gyereket a fáról leesésről, leeséstől, és még számtalan olyan dologtól, amikor például kicsúfolják őt, és a többi, és a többi. Ezeknek van egy egészséges határa, és van egy egészségtelen határa. Ha nem vesszük tudomásul azt, hogy ezek a szükségletek a mi szükségleteink, ezek visznek és mozgatnak minket a fejlődésben, akkor egyszerűen lejövünk az életről. És ha nem veszem tudomásul azt, hogy a kutya olyan értelemben is tanítja a gyereket, hogy látja a gyerek, hogy a kutyának ez rossz, és erre lesz valamilyen reflexió, és lehet, hogy nem elsőre, nem másodikra, nem harmadikra, de ezt keletkezik tőle egy reflexiója. Itt is nagyon fontosnak gondolom az edukációt, tehát itt is nagyon lényeges, hogy a gyerek kapja meg azt a segítséget és támogatást, és a, a szülő segítsen, a, segítsen elolvasni a kutya jelzéseit, de a kutya bizonyos értelemben egy áldozatot, egy áldozatot visel az emberért, az emberi fejlődésért. És ez egy nagyon régi biznisz. Ez egy nem most keletű üzlet, hanem ez egy, hanem ez egy 50 ezer éves biznisz, vagy még több amikor is a kutya azt mondta, hogy ő feláldozza magát az emberi fejlődésér. És bizony rengeteg mindent kell a kutyának ezért elszenvednie. Rengeteg mindent, mert van, ahol éheznie kell, van, ahol fáznia kell, van, ahol nem kap gondoskodást, és a többi, és a többi. Ez nem jó. De mégis hozzátartozik mind az ember, mind a kutya fejlődéséhez. És muszáj nem mikroszintről, hanem hanem kifókuszáltan, holisztikusan rátekinteni erre a folyamatra, hogy összességébe véve az, hogy a kutya egy ilyen utat járhatott be az ember mellett, szuper sikeres lényét tette. És ma nincsen olyan lény, nincsen olyan állat a Földön, aki ilyen jogokat érvezne a, a, a kutyán kívül. A kutya nagyon magasra van pozícionálva úgy is, hogy rengeteg sanyarú sorsú és, és förtelmes és borzasztó emberi önzéstől, gyötrelmeket kiálló kutyáról beszélhetünk még a mai napig is. De mégis összességében, ha össze, ha, ha, ha összevetem a kutya mai helyzetét a 20 évvel, 50 évvel, 200 évvel ezelőtti helyzettel, azt lehet látni, hogy a kutya szuper eredményes, és a kutya jogai egyre magasabban vannak. Fontosnak gondolom, hogy a kutya szükségleteire mindenkor ö, gondoskodjunk. Fontosnak tartom azt, hogy 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 óvjuk a kutya létét, létezését, de a legfontosabbnak talán azt tartom, hogy merjünk hibázni, és ezekből a hibákból tudjunk tanulni. Azt tartom a legnagyobb bűnnek, amikor elkövetünk egy hibát, abból nem tanulunk, és még egyszer elkövetjük, vagy akár még egyszer elkövetjük. A kutya boldogan áldozza magát. Ez a kutya lénységének a lényege, hogy boldogan áldozza magát az emberi fejlődés voltán. Az én felelősségem pedig az, hogy ezzel ne éljek vissza, és ne tegyek rá nagyobb terhet, mint amennyit egyébként feltétlenül szükséges, hogy az én tanulási folyamatomban a kutya engem támogasson. És ez nem felmentés az immorális viselkedés alól. Amiről beszéltem, az egy tendenciát ír le, és ebben a tendenciában a kutya és az ember helyét és szerepét. Tehát hogyha most így nagyon sarkosan akarom ezt így summázni, akkor ez most azt jelenti nekem, hogy gyakorlatilag a kutya az egy eszköz, ami, ami segíti a, az én emberi utamat. Uh, gyakorlatilag egy, egy olyan eszköz, ami, ami segít nekem, nem tudom, többé jobbá válni, de ebben a viszonyrendszerben ez oké, okay, hogy nekem egy vin, de mi a vin a kutya részére is? Te mit gondolsz, erről Anita? Egyrészt azt gondolom, hogy nem nem eszköz a szószoros értelmében, hanem, hanem egy társ ebben, ahogy az embertársaink is mind a fejlődésünket szolgálják, és a, és a, családunk is, és a barátaink is, és azok is, akiket még csak nem is ismerünk. Tehát én abban általánosságban egyetértek, amit a Gábor mondott, hogy, a, hogy az emberi fejlődés fentről nézve egy ilyen abstrakciós szintről, az pontosan így néz ki, hogy minden egyes eleme a fejlődését szolgálja, és reménykedünk abban, hogy ez egyre jobb és jobb lesz, és, és morálisan többek leszünk. A, a kutya tekintetében ö, azt mondom hogy igen, a kutya beállt, beállt az ember mögé, és azt mondta, hogy én téged szolgálok, és innentől kezdve az én felelősségem, hogy ezt milyen mértékben használom ki. Hogy ezt egy egészséges mértékben használom ki, vagy ezen túllépek, és azt mondom, hogy ja, ha már itt vagy nekem szolgaként, akkor azt csinálok, amit akarok. És itt van a, szerintem ezen a kritikus ponton van a, az egész kérdésnek a, a, és a mérleg nyelvének a, a billenése, hogy ezt a pontot hol húzzuk meg. Ezt a pontot, ahogy az évtizedek telnek, egyre inkább arrébb húzzuk meg. Tehát amíg még bevett gyakorlat volt, amiről beszéltél te is gyermekkorodban a, a láncon tartott kutya, addigra ma már úgy nézzünk rá, hogy Úristen fúj, fúj, fúj. Tehát ettől hogy még így, előfordul? Ettől még előfordul sajnos is van, de ugye ez, ez már elvileg a jogszabály alapján sem lenne megvalósítható, de mégis sajnos találunk ilyen eseteket. De tehát mindig arrébb kerül ez a pont, amikor azt mondom, hogy igen, engem szolgál, igen, azért van. És valóban így van, hogy a, amikor nem is veszük észre, akkor is értünk van a kutya, mert ő a családban. Ha már csak annyit tesz, hogy megtanít szeretni sokakat, akkor már azt mondtuk, hogy akkor az egész életét a kutya gyakorlatilag az emberért áldozta fel, mert megtanította szeretni, vagy, vagy vitte egy rendszert az életébe, vagy, vagy ott volt neki társnak, amikor szükség volt rá. De én nagyon markánsan húznám meg a vonalat, hogy, hogy mi az, amíg ezt a szolgálatot élvezni lehet, és mi az a pont, amikor az már visszaélés, és, és semmiképpen sem mehet az emberiség abba az irányba, még akkor sem. Bár Gábor azt mondja, hogy merjünk hibázni, igen, de, de biztos rászólok a gyerekre, hogyha ceruzával akarja kiszúrni a kutya szemét. Tehát, hogy nem kísérletezhet vég nélkül azzal, hogy a kutya mennyit bír, meg hogy milyen reakciói vannak. Tehát ez... Én itt most elsősorban arra gondolok, hogy típus jelenség, hogy egy fiatal pár megjelenik a kutyaiskola és elképesztően aggódik, hogy nehogy elrontsa. Van, hogy a gazdi sírva fakad, hogy ő nem jó gazdája a kutyának. Hát azért azért van a kutya, azért van mellette, hogy hogy merjen hibázni. És igen, egyszer adjon többet, egyszer adjon kevesebbet, egyszer ö Hibázza el az, hogy a kutyának nem jó fekhelyet vesz, vagy vagy, vagy bármi. Tehát te, te ez, ez az ég egyat a világon semmi baj nincs, csak miután beláttam, akkor javítsam ki, és igazítsam utána. Ö, azzal, hogy a családba bekerül egy kutya, nagyon nagy mértékben meg tudom segíteni azt, hogy később egy gyerekre megfelelő figyelemmel tudjak vagy a gyerekhez megfelelő figyelemmel tudjak odafordulni. Tehát például, ez is egy nagyon-nagyon erős szert, vagy egy nagyon erős cucca kutyától, hogy, hogy, hogy megtanít figyelni, miközben azt látjuk, hogy ma teljes mértékben trendé válik az okostelefon és a tablet a gyerek kezében. Étteremben rengetegszer találkozunk ezzel. Én ezt Főbűnnek tartom. A mai társadalom nagyon nagy bűnének tartom, hogy ilyeneket csinálunk. Értem, hogy nem tűnik annak, de az. A kutyának nem tudok tabletet adni. Oké, okay, tartunk arra, de ma még nem tudok. Tehát ma még a kutya engem ki tud ebből vezetni, és, és tudja, tudja a figyelmemet iskolázni. És milyen szép, hogy ő föl is vállalja ezt a szerepet, tehát hogy ő is alkalmazkodik azokhoz a változásokhoz, amiken az emberiség átmegy, és akkor azt mondja, hogy jó, akkor most nekem ez a szerepem, kirángassam a telefon mögül a gazdámat, és meg is teszik boldogan. Hogy tudnak alkalmazkodni az elképesztő? De akár úgy is, hogy tabletten is tud dolgozni. Tehát, tehát, hogy, hogy ő kis, nem tudjuk, mi lesz a következő lépés, nem tudjuk, mi lesz a következő kihívás. Egy biztos, hogy a kutya jön velünk. Mert hogy a kutya gyakorlatilag formálódik az emberi társadalomhoz. Mindig felveszi azt a formát, az ember mindenkori tudatossági formáját tükrözi le a kutya. Mindig ez történik. És hát ugye megint elmondtad a kult szót, amit már sokszor, hogy figyelem, viszont hogyan lehet figyelemmel lenni akkor, hogy, mint ami mondjuk a te eseted is, Anita, hogy sok kutyád van. Hogyan oszlik meg ez a dolog? Most már nincs sok kutyám, sok kutyám volt. Mennyi volt a legtöbb egyébként? <coughs> Tartósan hét kutyával éltem együtt, szép. A, amikor a fiam született, akkor hét nagy testű kutyánk volt, és, és valóban ez egy komoly figyelem kérdés, és időigényes, hogy mind a hétre odafigyelj. Ráadásul ezek mentett kutyák voltak, tehát az előéletüket sem ismertem annyira, nem én szocializáltam őket, nem tudtam, hogy, és úgy kerültek be, ugye egyesével építettem a, a csapatot, és úgy kerültek be, hogy akkor figyelni kellett a többiek reakcióját, hogy fog beilleszkedni. Ezek nagyon komoly kérdések voltak, és tényleg sok-sok órát elvittek naponta, és valóban a figyelem volt a legfontosabb, amit, amit adhattam nekik, és, és amit uh, aztán ők ezért cserébe adtak, az meg leírhatatlan. Tehát az, hogy a, ahogy az én gyerekem felnőtt a, a sok kutya között, és uh, ahogy, ahogy ők álltak a szolgálatába azon, de nyilván akinek van gyerek-kutya egy időben, az pontosan tudja, hogy, hogy a kutya mit meg nem tesz a gyerekért. Elképesztő tapasztalások voltak, uh, és, uh, és nagyon sajnálom, hogy ezek nincsenek videón rögzítve minden, amit csináltak, mert mert uh, kimeríthetetlen forrás, és úgy úgy jutalmazza rá irányuló figyelmet, hogy, hogy akkor azt mondja, hogy akkor, akkor mond, akkor még mit tehetek. Úgy, hogy mondom, nem ismertem az előéletüket, és volt olyan közöttük, amelyik kifejezetten traumatizált kutya volt, és állatkínzásból lett mentve, és miután rendbe jött, és miután be tudott illeszkedni, ő is ugyanúgy beállt ebbe az univerzális szolgálatba, amiről Gábor beszél, hogy igen, itt vagyok, csinálom. Ugye a podcast egyik első adása volt az, hogy második kutya, milyen együtt élni a második kutyával, hát itt hét kutyával, yes. hogyan lehet, hogyan menedzselhető ez egyáltalán? Hát ez úgy menedzselhető, hogy ezt így egyszer megcsinálod, és utána többet nem akarod. <gül> <gül> szóval én ezt senkinek nem javaslom, hogy így kezdjen építeni otthon egy falkát, csak akkor, hogyha kifejezetten ennek szeretné szentelni az életét, mert akkor nekem ez volt az életem. Tehát... Ez egy életforma. Igen. És akkor ez, ez, nem megy másként, mint hogy mint akkor te vagy, és akkor ezt csinálod, és ezzel foglalkozol. És ez három kutyától kezdődik szerintem. Tehát három Igen. kutya, két kutyával még lehet úgy élni, hogy, hogy egy normál családi helyzetben is szituáció. Három kutyával, persze nagyon függ hogy milyen az a kettő, vagy milyen az a három, de, de három, kutya, három az a bűvös szám, ahol ez már, ahol ez már extra extra igényű. És négy, én is éltem együtt négy kutyával egy, egy időben. Négy kutya az már egy életforma. Tehát Neked az volt a -e legtöbb? Szerintem igen. Ha, tehát a családi rendszerben, családi viszonyban élek, akkor igen. Ez nem volt hosszú idő, de, de négy, kutyával, négy kutyával éltem együtt. Ö, amúgy viszont, akivel együtt dolgoztam, hát ugye ez egy nagyon nagy falka mert hogy volt egy időszak, amikor, amikor konkrétan a tükörmódszer technológiáját kutattuk, dolgoztam, és a többi, akkor nagy kutya falkákkal dolgoztam, és az egy, hát ez nagyon izgalmas volt, de ott nem családi viszonyban éltem, hanem ott, ott bizonyos értelemben beköltöztem közéjük. Mind a mellett, hogy, hogy hét kutyával voltál, ezt említetted, hogy nagy testű kutyák, de menjünk bele bővebben, hogy mennyire nagy testű kutyák ezek? Nagyon nagy testű kutyák voltak. Az első az egy szetter. A második az egy leombergi méretű szörös mackó, megmondhatatlan eredettel, nem tudtuk beazonosítani. harmadik egy Rottweiler volt, aztán német juhász, Tosainu, tehát így jöttek sorba, és még egy német juhász. Hánynál tartok? Hat. Lehet, hogy ez még csak a hat, és, a, és akkor egy, egy náluk kisebb, ordas színű valami, egy tünemény. Ő élt egyébként 14 évet, és végül kerekesszékes volt a végén, és egy csodálatos élete volt egy egy rendkívül aktív kutya. Úgyhogy így nézett ki a csapat, tényleg nagy testűek voltak, tényleg volt köztük, és egyébként én nem néztem a fajtát, tehát az a fajta tudatos kutyázás, amit például most is csinálok, meg amit a, ugye a kutyasuli is képvisel, az akkoriban egyrészt nem volt elterjedt, másrészt pedig, amikor az ember az állatvédelemben ilyen érzelmileg is érintett, akkor azt viszed haza, akit ad az élet. Tehát nem, nem válogatsz, nem menhelyről vittem. Ezek a kutyák utcáról vagy, vagy kínzásból kerültek hozzám direkt módon. Tehát én nem nézegettem azt, hogy egy Rottweiler és egy Tosainu kan vajon összefér el, hanem azt mondtam, hogy ezeknek most össze kell férnie, mert nincs más esélye az életre. Mert ha ott hagyom őt, ahol van, akkor ott meg fog halni. Úgyhogy semmilyen tudatosság nem volt benne, hanem egy, egy bátor lélegzetvétel, és, és jöttek haza a kutyák egyik a másik után és ott álltam meg a, a hétnél, akkor már a, öt, öten laktak még velem a panellakásban, illetőleg velünk, és, és aztán kertesházban még kettővel szaporodott a létszám. Hát ezek önmagukban egyen-egyenként is azért kemény feladatok így egymás mellé téve, meg aztán még inkább. Hát ha ma valaki azt mondaná nekem, hogy vigyél haza egy Rottweilert, két német juhát, én mondom, de hogy is, hogy szó sem lehet róla. Hát, nyilván ez egy, ez egy teljesen más életszakasz nekem is, egy sokkal nagyobb tudatosság, sokkal több, de, de, ott nem volt más választás. Tehát amikor egy érzelem is benne van egy ilyen döntésben, akkor, akkor az ember kevésbé a fajta jegyek alapján Hát Én leginkább szelektál. azért, mert ebben a hőskorban, amiről beszélsz, nem volt más. Nem volt más. Tehát, hogy ma már el vagyunk kényeztetve, mert menhelyek nagyon magas tudatossági szinten, elköteleződési szinten, óriási változás történt a, az állatmenhelyek területén, és ma, ma nagyon sokszor ők hordozzák a lelki ismeretünket. Akkor nagyjából így működött az állatvédelem. Igen. Tehát, hol... És olyan, olyannyira hordozzák a lelkiismeretünket, hogy azért nagyon sokszor éri őket az a kritika, hogy most komolyan ti, ti nem akartok kutyát odaadni nekem? Miközben meg egyszerűen megszűrik azt, hogy hova fog oda kerülni az a kutya. És akkor ez egy kicsit visszacsatol arra, amit a Anita is mondott, hogy az hogy, hogy edukáció. Gábor, te így kutyás szakemberként ehhez a nagy létszámú falkához, ráadásul ilyen fajtákkal, meg meghatározhatatlan fajtákkal, te mit szólsz? <coughs> ezt, ezt kéne szólnom, de, de, és ezt is szólom, de nem ez az igazság. Tehát ez egy nagyon fura helyzet. Hú, remélem, hogy a lányom nem folytatja tovább, most kettőnél tart. Hogy kéne ezt megfogalmazni? Hát ez olyan, mint ha tetoválás tudod, egyet csinálsz, utána jön a többi. Az a, ez, ez nagyon fura lesz, amit na, nagyon szépen kérek mindenkit, hogy ne lépjen ki a multiból, ne lépjen ki a, a, a hivatásából, maradjon mentős orvos, mentse a, a, a pszichiátriai betegeket, léci-léci, ne álljatok át főállású gazdává, nem ez lesz a megoldás. De... Az a helyzet, hogy amikor ilyen sok kutyád van, akkor nem tudsz más csinálni, mint hogy odaadod a figyelmet. És hogyha odaadod a figyelmet, akkor kialakul a kutyánál egy falka dinamika. És a falka dinamika az azt jelenti, hogy bár nagy a csapat, a belső agresszió nagyon-nagyon gyorsan rendezhető. Mert ugye itt arra gondolnánk, hogy hét kutya esetében, hát a, a Tosza meg a, meg a Rottweiler, hát tehát mit tudunk a Tosszáról? Azt tudjuk a Tosszáról, hogy hát az odabasz. Tehát az nem, az nem, az nem, tehát az nem viccel. Mit tudunk a Rottweilerről? Hát azt tudjuk, hogy átnagy a falon. És akkor ezeket még két német juhásszal, meg a Berni Pász, meg a, tehát ezeket így összerakni, és az a furcsa, hogy amikor két kutyát raksz össze, az sokszor nehezebb, mint amikor egy ilyen csapatba kell mondjuk a, a, a hetediket a hatodik után illeszteni. Sőt, nem sokszor, hanem rendezőjelvként ez abszolút igaz. Mert ott már van egy olyan, egy olyan status quo, aminek ereje van ezt az erőt nem látjuk, tehát ez valami ez valami éter, illetve astrális mozgás bent a csapaton belül, ami nem, nem, nem a fizikaiban látható, hanem egyszerűen csak ott van, és bekerül oda a, akár a nagy arcú, és így fog csinálni, és és talán mint a börtön filmekbe, amikor bemegy, a, bemegy a, az újonc, vagy a katona filmekbe, bemegy az újonc, aki most először körben néz, hogy felméri a terepet, aztán szép lassan belakja a saját helyét. Tehát egy új, tehát mindegy, mit hoztál magaddal, mindegy, hányszor jött be a blöfföld, mindegy, hányszor verekedtél, ott azért oda kell figyelni. Mert, mert csak póló járhatsz. Tehát a, a hatodik után te hetediknek beérsz, akkor ott arcoskodni nem érdemes. És persze ettől vannak súlyos eltérések. Tehát nem azt akarom mondani, hogy ez mindig így történik. Ettől nagyon súlyos eltérések történnek. De rendező elfként, amikor nagy falkával dolgozol, az a helyzet, hogy egyre könnyebb beilleszteni az új kutyát. Egy valamit nem lehet nélkülözni, hogy 0-24. Kettőt tekertem. Tehát amíg mondjuk három kutyával egyet tekerek, mert az még úgy, talán az még belefér, de az a határ, onnantól, onnantól már kettőt kell tekelni. Tehát onnantól 0-24. Tehát már olyan állást választok magamnak, ami mellett, ha egyáltalán el tudok menni dolgozni, és a többi, és a többi, és a többi. És hát ennek van egy, tehát ez, ez súlyos addikciót jelent, tehát lehetetesen lehet élvezni az helyzet, hogy erre rácsúszni, amikor az ember hét kutyával úgy sétál, hogy, hogy mások egy kutyával nem tudnak úgy sétálni, vagy sok kutyával úgy sétál és az emberek leesik az álla, hogy egy tacskóval ott áll az út túloldalán, és nézi, hogy én sétálok tíz kutyával, és a tíz kutya játékos rendben, nem, nem, ilyen, nem ilyen militáns fegyelemben, hanem játékos rendben rohangál, rászlog és, és, és közben ő egy tacskóval. Igen, mert hogy ugye, ugye ekkora csoportnak a dinamikájában óriási erő van. Ez nagyon fura. És például egy olyan kutya esetében, mint a Tosza, aki... Aki, aki romboló aki pusztító aki könyörtelen egy olyan kutya esetében is, gyakorlatilag ennek a hatásnak van egy nagyon erős gyógyító szerepe. Mi ezt egyébként a tükörmódszerben nagyon-nagyon tudatosan alkalmaztuk, és alkalmazzuk a mai napig is ezt a fajta. Tehát az első rendszer voltunk a tudomásunk szerint, aki ezt egyáltalán alkalmazta. Tehát, hogy amíg pórázon gyakorlatoztak a kutyaiskolákon, nálunk már rég póráz nélkül mentek az oktatások. Réges-rég, még tükörmódszer előtt pontosan, pontosan erre a dinamikára ö, 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 alapozva. Azt azért tudni kell, hogy, 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 hogy ha mondjuk összehozok egy csoportba 10-20 nem ivartalanított kutyát, akkor az, oda kell olyan ember, aki, aki tudja, hogy mit és mikor kell megállítani. Mert van olyan kutya, amelyeket a szándéknál így le kell kapcsolni. Mert ha a szándéknál nem kapcsolod le így, akkor utána mocsok nagy baj van. A Tosza is egy ilyen kutya. Ha ott eszkaláció van, akkor pöstíjesen szar van a palacsintában. Hogy me mekkora ereje van a, a közösségnek, ezt azért nem csak a kutyáknál, hanem, hanem embereknél is látjuk. Tehát, hogy ez a tacskós párhuzam, amit mondtál, ez gyakorlatilag egy bölcsödében vagy egy óvodában is van, hogy szülőként tudom is hogy én nem tudom, hogyan kell eladhatni a gyereket délután, és akkor ott van a a az óvónő, aki meg 15-20 gyereket délután azt mondja, na, akkor vegyük elő szépen a matracokat és a és mennek aludni. Jó napot kívánok! Van egy olyan hipotézis, hogy ez azért van, mert ott már muszáj szabályrendszert felállítanod, 13 gyerek nem mehet 13 felé, és otthon meg nem muszáj, mert az az, az egyet, azt az lehet egy kicsit a szabály kivonni, úgyhogy valószínűleg ez van, és a kutyáknál pontosan ugyanez van. Nekem nem volt más választásom, mint hogy egy komoly szabályrendszert felállítani, és azt és tartatni velük. folyamatos figyelemmel is jelent Abszolút. És nem kérdés a kutya, rámpa az ember megértéséhez a kutya megértése hozzásegít a másik ember megértéséhez. Azért vagyunk bajban, azért vesznek körbe minket veszekedések, viszályok, háborúk, mert nem tudok a másik énnyébe behelyezkedni. Ugye van egy olyan szó, egyetlen egy olyan fogalom, amelyet senki más nem tud kimondani, csak én. Te már nem tudod rám azt mondani, hogy én. Maximum azt mondani, hogy te, de azt, hogy én nem tudod kimondani. És ezek az ének, ezek Bizonyos értelemben el vannak, tehát ez a, a, a saját személyiségünkben mi egy egész más módon vagyunk jelen, ismerve a történet előzményeit, behatásokat, stb. Te bármilyen empátiával közelítesz, nem lesz meg az az ismereted, maximum csak türelmed és elfogadásod. A kutya pontosan ezt a türelmet és elfogadást adja a másik emberhez, vagy ehhez segít hozzá. Hogy, hogy ezzel a és elfogadással fog, forduljak a másik ember felé, hogy aztán megismerjem a valós szükségleteit. Mert mert ha egy emberre tekintek, akkor az egyik embernek a szükséglete az az, hogy megsimogassam. A másik embernek az, hogy adjak neki egy tálmelegételt. A harmadik embernek pedig az, hogy bedugjam a, a legmélyebb börtön, legmélyebb sötét cellájába, és ott éljen 30 évig a haláláig. És ez bármilyen durva, de az is, egy, az is lehet egy valós szükséglet. Mert egy olyan konstrukcióban él és létezik. De hogy tényleg az a szükséglete, azt akkor fogom tudni eldönteni, hogyha, hogyha rá tudok rezegni a személyiségére egyfajta empátiával. Ugye az empátia nem azt jelenti, hogy megbocsájtok valakinek valamiért, hanem hogy, hanem, hogy ráérzek a, a, a lényelek És jellemzően ezt tudjuk, hát én nem én fogom ezt megmondani, inkább csak idézni, hogy tudjuk azt, hogy hogy a figyelemmel, az odafigyeléssel tudunk bármely szociális helyzetet gyógyítani, de van, amikor fel kell húzni a szabályt, és ki kell tolni. És úgyhogy erre is tanít, hogy mi az a pont, hol van az a pont, ameddig figyelek és elfogadok, és megismerem, és mi az a pont, amit nem léphet át, mert ha azt átlépi, akkor már veszélyes magára és a környezetére. És ha én azt nem tudom megállítani, akkor Ebben az esetben nem egy, hanem hét kutyát sodrok veszélybe. És az, hogy egy akár kisgyerek mellett ott van egy kutya, az, hogy egy családban ott van az ebb, az, hogy, hogy, hogy együtt élünk családtaként, ennek már elmondtuk a számos pozitívumát. De mit visz haza ebből a kutya? Visz haza, idéző ebben. Tehát mi, mi a jó ebben neki? Az az érdekes, hogy ő ezt nem kérdezi meg. Ezért ő, nem, ő, nem, ő nem mérlegel, hogy nekem jó vagy nem jó, és ugye ezért is tudnak áldozatul esni immorális dolgoknak a kutyák, mert nem kérdőjelez meg semmit, és nagyon sok kell neki ahhoz, hogy aztán egyszer csak elkezdjen menekülni. Tehát ő mindent elfogad, ahogy az van. És akkor az a jó. Ja, most ott? Ak jó, akkor ott. Most akkor abban a szobában? Jó, akkor abban. Most akkor nem jöhetek be? Jó, akkor nem jövök be. Egészen elképesztően alkalmazkodik a, az igényekhez magyarán akkor eljutottunk oda ahhoz az origóhoz, hogy akkor ami, ami, a gazdának jó, az a jó a kutyának is. De... Én ennél egy ilyen magasabbra ugranék, mert hogy a kutya nagyon sokat elvisz ebből, csak ez a sokat elvisz, ez, ez egy látens folyamat. Látens abban az értelemben, hogy bár nagyon sokat látunk abból, hogy, hogy micsoda marha jó a kutyával együtt élni, és micsoda fantasztikus dolgokat tudnak a kutyák, és, és hogy fejlődünk az interakciós mezőben, de de hogy emellett folyik egy evolúciós fejlődés is. És ugye ezt magyar kutatók, éppen magyar kutatók eh, publikálták, hogy, hogy a kutya vált ki az állatvilágból, és lépett be az ember, az ember után egy, egy, egy evolúciós robbanásba, egy evolúciós ugrásba. Ez nekem szilárd meggyőződésem. Kutatásoktól mindentől függetlenül. Egyszerűen azért, mert a kutyának van meg az a tere és az a lehetősége, hogy korábbi létformáját maga mögött hagyva új képességek alapján szelektálódjon, új képességek alapján járja be az evolúciót. Ennél nagyobb nyereség nincs. Tehát, tehát, hogy nincs az a csirke comb, nincs az a, az a, pecsenye, ami ezt akár, akár univerzum szinten is megközelítené. Egy egészen más léptékű nyereségről van szó, ami viszont abban az értelemben látens, hogy ez nem úgy észrevehető, hogy a kutyám evolúciós fejlődését nézem, hanem ez a faj folyamatos érvényesülésében jelenik meg. Ez egy óriási nyereség. Az ember mikroszinten képes azért úgy észrevenni, hogy jaj, mekkora evolúciót jár be a kölyök kutyám ahhoz képest, hogy most itt nem tudom, csodálatosan élünk egymás mellett, de hogyha tényleg így faj szinten, globálisan nézzük a dolgot, akkor hát ahhoz képest, hogy mi a 21. századi kutyatartás, és így nem tudom, elég csak 20-30 évet visszamenni, már, már abban hatalmas ugrás van, vagy tapasztalunk. Igen, de ugye, ha evolúciós léptékkel nézem, akkor nem itt kell keresni a megoldást. hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a, a, régi kutyám nem tudott annyit, mint a mostani, ez már fejlettebb kutya, mint a régi. Valószínűleg, valószínűleg van is benne valami, de, de nem erre gondolok. Hanem, hanem arra gondolok, hogy, hogy Ebből, ami, ami itt a kutyával történik, ebből az keletkezik, hogy az ember egyre újabb és újabb területeket fog megnyitni a kutya számára, és a kutya újabb és újabb területekre fog beérkezni. Tehát ma már olyan segítő kutyázással találkozunk, tehát a, a hozzánk járó gazdáknak egy, egy jellemző része, egy jellemző hányada, Szeretne a saját munkája mellett egy olyan hivatást, hogy a kutyájával valamilyen segítő funkciót, akár egészséges gyermekek mellett, akár ö, sérült gyermekek mellett, akár idősek mellett, tehát szeretne valamilyen segítő funkciót ellátni. Na most ez egy lényegesen kitágult szociális tér, a kutya, a kutya kerül a középpontba korábban ilyen nem volt, tehát korábban is volt, hogy megsimogattuk a kutyát, de ezt a szettet hozta magával a kutya. Tehát ez nála megvolt. Ez volt mindig is. De most ez a szett élesedik, ez a, ez a képességcsomag élesedik, és azzal, hogy élesedik, tehát hogy beviszem, és konkrétan ebbe a funkcióba teszem be a kutyát, új és új képességek alakulnak ki, és adja át, adja át ezt a potenciált utódoknak és a többi esetében ezért érdemes egyébként odafigyelni, arra nagyon, hogy hogy azért az ivartalanítás ma mint általános mindenre való megoldás, az, az azért ebből a szempontból jelenthet veszélyt. E, nagyon gyorsan hozzáteszem, mielőtt még e, mielőtt még le, levágja valaki a, a virtuálisan a fejemet, hogy hogy nem arra gondolok, ahol az indokolatlan szaporulat megelőzését biztosítja az ivartalítás, hanem arra gondolok, hogy, 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 ma ez egy ilyen társadalmi elvárássá vált, hogy, hogy a kutya, akkor ivartalanítsuk. Itt azért lehet egyfajta veszély a kutya evolúciójában. Szerintem haladunk most már valami, valami summázat felé, mert igazából azt a két oldalt már szerintem nagyon jól megvilágítottuk, hogy persze alapértelmezett módon így a, a kutya van az emberért, mert, mert látjuk azt, hogy mennyi minden tud hozzáadni mi saját emberi fejlődésünkhöz, de közben pedig ott van az is, hogy hogy az ember van a kutyáért, mert felelősséggel tartozunk ő iránta, és ha nem is szaladunk el egészen az állatvédelemig, de hogy így alapvetően tartozunk azzal a társadalomnak, hogy egyébként felelősek vagyunk ezért az állatért. Tehát, hogy itt valahogy... Szerinte, bocsánat, szerintem nem a társadalomnak tartozunk, hanem magunknak. Tehát a, a az, az szerintem egy rossz motivációja társadalomnak tartozunk. Értem, hogy ez, egy, ez, ez, ez ma van, és hogy így működik a világ, de, de az egészséges motiváció az az, hogy ha én elértem egy bizonyos tudatossági szintet, és többet látok a világból, akkor bennem megmozdul, és nekem már. Tehát ugye ma nagyon divatos ez a jónak látszani. Tehát úgy működik a világunk, hogy hogy az emberek kiteszik az a róluk alkotott idealizált képet a Facebookra, akárhova, a social média valamely felületére, és nagyon igyekszünk azon, hogy jónak látszunk. Ezek nem viszik előbbre a fejlődést. Ebben, e ebben igazad van, tehát hogy én nem is ezt a talmi valóságot ö, 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 mondom, hanem inkább azt, hogy ahogy nekem az egy saját belső drájvom és motivációm, hogy milyen a kutyám, valójában én fontosnak gondolom azt, hogy ha elmegyek mondjuk a kaukázusimmal, mint ahogy te megtetted az erdőbe, akkor az az ember, aki ott jön szembe, az ne tartson attól, hogy ott van egy kaukázusi, mert... Bizonyos lehet abban, hogy a gazdája az tudja féken tartani, és nem fogja megtámadni a gyerekemet. Tehát ez hogy nekem, nekem, nekem ebben a viszonyrendszerben függ össze igen, ez a kettő. Igen, így abszolút, így abszolút értem. A, így van. Tehát, hogy én a társadalomnak olyan módon tartog, tartozok felelősséggel, hogy hogy a kutyám ne terhelje a környezetemet. Ez, e. ez van. De a kutya jólétért nem a társadalomnak tartozom felelősséggel, hanem egy magasabb rendű rendezőelvnek. Legyen ez bármi. Legyen ez moralitás, vagy nevezze mindenki úgy, ahogy szeretné. Ez a... Tehát ugye én nagyon szeretem ezt a mondást, hogy senkinek nem tartozom elszámolással, csak Istennek és a lelkismeretemnek Ez a két nép. Tehát értem, hogy azt értem, hogy amikor gonoszságot tettem, akkor meg kell érte bűnhődjek, és a, és a társadalomnak is elégtételt, a társadalom is bizonyos érte, mert elégtételt kell, hogy kapjon, és a többi. De nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy az igazi fejlődés az az önmagamban létrehozott változás, és hogyha én magasabbra tudom tolni a, a létszet, és olyan magasra, amit meg tudok ugrani, akkor mindenkinek jó lesz. Ha olyan magasra tolom a lécet, amit nem tudok megugrani, ellenben ezt levetítem magamról a környezetemnek, hogy nás, nekem milyen magasan van a léc, de közben a szomszédonat szidom, hogy beállt elém az autóval, meg, meg a mi anyavajának kell ö, ö, kalapálnia, vagy a, vagy a, a BKV-n, hogy, hogy miért nem áll alébe, amikor én, tehát, tehát, a amikor fog tehát ha, én vetítek magamról egy hogy én mennyire jó ember vagyok, de közben fortyog bennem egy a a, a, a meg nem ugrott Cél, okozta frusztráció, azzal szerintem ártok. És ezért nagyon fontos az, hogy igazából a kutya, úgy hiszem, hogy erre az intim mezőre hoz le, hogy én, én magamnak felelek. És azt is meg kell dolgoznom magamban, hogy néha a kutyának rossz. Mint ahogy néha a szüleimnek rossz, néha a barátaimnak rossz, néha a gyerekeimnek rossz, azért, mert én nem voltam jelen, nem voltam tudatos, és a többi. És milyen jó az, hogyha a kutya ebben egy nagyon jó visszatükrözést ad, mert senki nem fog olyan jó visszatükrözést adni, mint a kutya. A kutya nagyon direkten visszaadja ezt az információt. Hát akkor, ha, ha van -e erre válasz, akkor próbáljuk meg, ki kiért van. Anita? Ez egy kölcsönösen előnyös együttműködés, amit érdemes fenntartani hosszú távon. Régóta van velünk a kutya, sokáig lesz velünk. Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy ez egy harmonikus együttélés legyen. Én azt gondolom, hogy a, a kutya saját magától van az emberért, és más nem, ha csak tükröt tart nekünk, ahogy az előbb Gábor mondta már abból is. Nagyon sokat tanulunk, és ő, és ő tényleg látja, a belső énedet látja. Tehát nem azt, amit te a felszínen mutatsz, vagy mutatni akarsz, hogy annyira érz, érez és érzékel, hogy ő aztán biztos oda mutatja. Az más kérdés, hogy utána te azt felismered el. Mindenki képes rá, hogy a, a kutyájából fel, és akkor azt mondja, hogy milyen hülye ez a kutya, nem a kutya, nem hülye, csak tükrözi vissza azt, amit amit lát, és szól neked, hogy háló, itt valami történik, és meg állnod egy pillanatra gondolkodni. És én azt gondolom, hogy akkor azok az erőfeszítések, amit ö, olyan esetekben kell tenni a kutyákért, amikor ők áldozattá válnak és rászorulnak, a, a, az ellen semmi kifogásom nincsen, hogy olyankor bizony de akkor az, ember, Anita, de akkor is az ember fejlődik. Ez kétségtelen. Tehát, hogy, hogy, hogy ezt muszáj mögé látni, hogy, 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 hogy akkor, amikor látszólag én teszek a kutyáért, akkor is én fejlődök. Én fejlődök, így van. És az is látszik, hogy a, hogy az ember a kulcsa annak is, hogy, hogy a kutyákkal mi lesz. Tehát nem a, én, én annak idején is azt mondtam, és nem volt egyébként különösebben népszerű álláspont, hogy nem az a lényeg, hogy mennyi kutyát mentünk meg, hanem hogy hány embernek a gondolkolását sikerül erre az oldalra állítani. Ezen múlik minden. Csak ez számít. Csak ez számít. Mert különben alavinát lavinát magunk előtt. Tehát, hogyha én megmentek ezer kutyát, Úgyhogy nem hatottam a környezetemben, akkor a következő Igen. hónapban már tízer kutyát kell meg, megmentsek, mert egyszer nem kap visszajelzést. Ez egy borzasztó, borzasztó ilyet kimondani, de csak az emberi fejekben. A, a klímavédelem az emberi fejekben történik, a, a, az állatvédelem az emberi fejekben történik. Valójában Valójában nem állatvédelemről, hanem embervédelemről beszélünk és nem klímavédelemről, hanem embervédelemről beszélünk. Mindig az egyén tudatosításán keresztül az emberért megy. És, és az én válaszom egyébként az, hogy, hogy a kutya van az emberért. Viszont semmi nincs, amivel akár megközelítőleg ekkora nyerességet zsebelhetne be a kutya, mint azzal, hogy ő feláldozza magát az emberért. Semmit nem tudnak kitalálni, egyáltalán semmit, ami közelítőleg ilyen hatékonyságú lenne. És ennek az eredménye az az, hogy az ember egy magasabb tudatossági szinten a kutya valós szükségleteivel lesz tisztába, tehát végül is a kutya nyert, mert azzal, hogy ő feláldozza magát értünk, azzal kap egy tiszta érzékelést és a valós szükségletekre való fókuszt. És ezt már ma is nagyon sok helyen, sok esetben látom. A mai adásunk egy kicsit absztraktabb lett, mint, mint ahogy szokott, de azért bízunk benne, hogy, hogy azért voltak benne hasznosítható üzenetek számatokra. Tartsatok velünk a következő adásban is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!